Köszönjük szépen! Az elején, még mielőtt megkezdődne a mérkőzés, lesz majd egy díjátadó. Novák András, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkára adja át Cornelia Nike Grothnak az év legjobb külföldi játékosának járó díjat. Mivel hallatják a tapsot is, Nike Groth az elmúlt szezonban Magyar Kupát, illetve bajnokságot nyert a Győrrel, de a holland női válogatottal EB ezüstérmet nyert, előtte pedig világbajnoki ezüstérmet, most adták át a díjat. Ennyit tehát az előzetes várakozásokról, esélyekről, meg persze egy picit azt még boncolgatjuk, amíg el nem kezdődik a mérkőzés. Mind a két csapat a bajnoki helyezésének, a tavalyi bajnoki helyezésének köszönhetően automatikus résztvevője a négyes döntőnek, de nem automatikusan jutott be ide a fináléba. A Győr ugye könnyedén verte a tegnapi elődöntőben a Debrecen csapatát 34-14-re, és sokkal többet is pihenhetett a döntő előtt, mint tehette azt a Ferencváros, amely a Dunaújváros együttesét győzte le. Egy kicsit nehézkesen, és ahogy az Elek Gáborral készült meccs után interjúból kiderült, olyan hibákkal tarkítva, amit ma a Ferencvárosi zöldfehérek mestere nem szeretne látni, mert hogy olyan hibákkal, olyan koncentrálatlan játékkal nem lehet a Győrt megszorítani, még egy Magyar Kupa döntőben sem. Azért mondom, hogy még egy Magyar Kupa döntőben sem, mert sokan mondják, hogy egy meccsen minden lehetséges, egy meccsen meg lehet szorítani a Győri Audi Eto KC-t, amelynek a névsorát láthatják önök is a képernyőn. Ott van tehát 31-es számmal Yvette Brock, de szinte biztos, hogy nem fog játszani a mai mérkőzésen Ambrose Martin csapatában. A hangulatra nem lehet panasz, Teltház a Meszti István sportcsarnokban, a döntőt pedig majd Dobrovics Csaba, valamint Dr. Tályok Péter vezetik majd, két játékvezető. A Győrnek egyébként korábban két Magyar Kupa döntőt is vezetett már, az egyiket éppen a Ferencváros ellen még 2008-ban, hát az nagyon messze volt. Egy szektor kicsit foghias, de debreceni szurkolóké ott a bal felső sarokban, amivel fogják látni. Ők már lehet, hogy ünnepelnek, hiszen a csapatuk harmadik lett a Magyar Kupában. Kári Olvik Grimsbő, ő kezd tehát a győri kapuban, az elődöntőben Kis Éva kezdett, és a szünetben cseréltek kapust a győriek. Most tehát a fehérmezes Győri Audi Eto KC kezdi 59. Magyar Kupa döntőt, amely ebben a pillanatban el is indul, zöldben a Ferencváros. Jön tehát a szezonban a harmadik Győr-Ferencváros-Ferencváros-Győr mérkőzés. A bajnokságban találkoztak kétszer, a KNTH Liga második fordulójában 28-19-es győri siker. Annak, ha úgy tetszik, a visszavágóján március elején pedig 28-28-es döntetlen a Népligetben. Rögtön egy jó bejátszás, azonban már közbesípoltak a játékvezetők, nem tudott Elgaui gólt szerezni. Ő korábban a Magyar Kupában két mérkőzést már játszott idén, mielőtt a Győr itt a négyes döntőben pályára lépett, még a Siófok színeiben. Groth, Amorim, le a szélre, Bódi menne be, átkarolja őt Sacl, marad a Győrnél a labda. Amorim ellövi, lábbal hárít Bíró Blanka. Az elődöntőben Amorim gyors gólja nyitotta a gólok sorát, most viszont ez nem jött össze, penalövését védi Grimsbő, penalt visszapattan a labda, még megnézte, hogy nincsen a vonalon vagy azon belül. A spanyol játékos góljával tehát 1-0-ra vezet a Ferencváros. Talpon a teljes ferencvárosi szektor már itt a mérkőzés elején is. Amorim most ejteni próbál, mit próbál, meg is teszi, és gólt is szerez belőle Eduard Amorim. A brazil játékos 8 Magyar Kupa elsőséggel büszkélkedhet, ez lehet a 9. A benevezettek között Kovacsics Anikónak van még 9 Magyar Kupa elsősége, a ferencvárosi játékos mindet a Győrrel érte el, és hát ott van Görbic Anita, akinek 11 Magyar Kupa aranya van. Lukács, ott a 2-1. Elek Gábor öröme.
nagyon nagy iramban kezdenek a csapatok. Eljut a szélre a labda, Görbic. Ő is feliratkozik Görbic Anitának. Ez a 14. magyar kupa döntője, a Győr első magyar kupa döntőjében is játszott, még 2000-ben Vácot, ahol a Dunafer volt az ellenfél. Ott két gólt szerzett, ez volt Görbic Anita 87. gólja magyar kupa döntőkben. Benától tovább, Szucsánszki agresszívan szerezte meg a labdát, aztán ellökte őt Tomori. Lesz ennek a csetepaténak érzésem szerint még folytatása. Amorim nagyrössel, Mörk érkezik, eljut Bódihoz a labda, bíróvéd. Marad a 2-2, Bíró Blanka két védéssel élete első magyar kupa döntőjében. Lánik Snerder kezében a labda. Neki is ez az első magyar kupa döntője, ő is a szezon előtt csatlakozott a Ferencvároshoz. A másik két hollandnak, a túloldalon Brocknak, illetve Grótnak van már tavalyról egy kupa aranya. Penál! Tomori vele szemben, eljut a labda oda a túloldalra, és ott van a harmadik ferencvárosi gól. Kovacsics Anikó. Brock mezét megrángatták, aztán ő meg dühében majdnem levette a sajátját. Kovacsics még egyszer, tehát sokkal koncentráltabb van, kezd a Ferencváros, mint tette az elődöntőben. Ez már most látszódik, belemenés, mutatják a játékvezetők, fordulat a Ferencváros, Kovacsics vele szemben Görbic, és akkor most érnek fel Kucsánszkijék. Pena, Gaui volt vele szemben, tulajdonképpen tisztán maradt a lövő folyosó Szucsánszki előtt, és 4-2-re vezet ezzel a góllal a Ferencváros. Itt van még egyszer Szucsánszki gólja. Görbic. Amorim. Róttól tovább Mörk le a szélre, Bódi. Gól. Szép hit az Eto, 4-3. Ebben most csak majdnem tudott belekapni Bíró Blanka. Manik Snelder és Tomori a képen. Pena. Kovacsics most középre érkezik. Mörk szinte majdnem teljesen kint Penán. Szucsánszki beközépre, Snellernek az rossz. Szabálytalan volt viszont a győri védekezés. Marad a Ferencvárosnál a támadás. Kovacsics, Pena, Pena megy föl, magas volt előtte a blokk, előtte fölötte, de ez jóval fölé ment. Bíró Blanka a közeli képen. Elgaui jelentkezik bent középen, második beállónak, zavarónak befut Görbic, de nem ő kapja, nem ő lövi, hanem Eduard Amorim a második találata a brazilnak. Ezzel 4-4. 4-2-ről visszajön tehát a Győr. Penál szélt választja. Kucsánszki. Erre tovább. Snerdel kéri a labdát. Kiléphet rá Grót. Pena már ellövi, beleér a blokk. Tomori kezén megpattant a labda, ez egy picit érzésem szerint becsapta Terry Olvi Grimsbőt, aki mosolyog, tapsol, de a gól a Ferencvárosé. 5-4. Az első bajnoki mérkőzés idén az viszonylag hamar eldőlt, viszonylag korán simává tette azt az Eto. A márciusi találkozója a két csapatnak viszont egészen magas színvonalú védekezéssel indult, és nagyon nagy csatát hozott. Ott is volt egy olyan rész, ahol el tud lépni az Eto, de aztán saját magát kiúzta a kátyúból a Ferencváros, és egyenlített. Mörk! Az első gólja itt a döntőben, a bajnokságban a legeredményesebb győri ő. Megállítják a játékot a bírók.
figyelmeztetik bent a birkózó feleket, és aztán innen folytatódhat majd a ferencvárosi támadás. 8. perc, 5-5-ös állás. Sneller, Pena, Kovacsics csak tovább tette, a rövidre próbálta Lukács, kapufa külső élén csattant a labda. Átveti a vezetést ismét a Győr. Amorim két ember között megint, bíró véd, marad a Győrnél a támadás. Amorim sokat van játékban itt az első percekben, de miért ne lenne? Amorim by Groot. Mörk. Amorim menne a bejátszás Elgauinak, egy kézzel összeszedte a bal kezével, csak már mutatják a játékvezető, hogy közben belépett a hatoson belülre Elgaui Asma. Penal roboghat már Szucsánszki. Lukásnak első körben azt hittem, hogy ez egy picit magas lesz, de aztán elérte a szélső. Kovacsics. Szucsánszki. Penal mutatja a figurát, nem Szucsánszki, nem Rossz Martin igazgatja a védelmet. Csatlóltól vissza Szucsánszki, ki fog itt lőni, Pena, de a szélre mutatja a győri kispad, hogy az már kim volt, mert tovább viszont Szucsánszki ellövi, hárman szorongatták, így is újra vezet a Ferencváros 6-5. Lent maradt Szucsánszki Zita. Itt nézhetjük meg még egyszer, mi történt. Már úgy lőtte el, hogy elesett, aztán neki esett arccal Eduard Amorimnak. Itt pedig még az előző szituáció túloldalról. A lövés előtt, közvetlenül a lövés előtt nem volt bent Elgaui. Lehet, hogy még mielőtt megkapta a labdát, és nem láthattuk ezen a jelenet soron, lehet, hogy akkor lépett be. Ez most már maradjon múlt idő. Groot. Mörk. Még ott összeszedte Elgaui, és azt hogy védte Bíró Blanka? Gyönyörűen szedte össze a beálló, a földön csücsülve, és aztán Bíró Blanka. Mert egy élő falat húz ferencvárosi kapu elé. Kivéve most 6-6 Cornelia Groot. 6-6 a mérkőzésen. Szucsánszkit rángatják megint. Már az arcára van írva, mit gondol ezekről a jelenetekről. De hát így lesz ez a maradék 50 percben még. Csak a rendkedvéért, hogy a Magyar Kupában, ha döntetlen az állás, akkor egyből büntetők következnek, nincsen kétszer 5 perces hosszabbítás. De ettől még messze vagyunk. Sárgalapos figyelmeztetés Tomori Zsuzsannának. Ugye marad még egy évre Győrben, ez eldőlt a héten, korábban a győri klub nem ajánlott neki szerződés hosszabbítást, aztán látva Tomori tavaszi teljesítményét, mégis Sacö kapufa a szélről, és nem pattan úgy, hogy az bemenjen, marad a 6-6, fordulhat, fordíthat a Győr. Groot ellövi, ott is van. Két gól egymás után a holland irányítótól már is fordít a Győr, és ez pedig Grimsbø védi Szucsánszki betörése után. Egészen parádés eddig a mérkőzés. Pena. Groot most üldözőbe vette egy darabig Szucsánszkit. Az irányító most messze a győri faltól. Tomori is kijebb lép. Szucsánszki le a szélre, Sacöl megint, ezúttal a rövidre. Középmagasan, félmagasan pattintva 7-7. Sacöl Nadin, két csapat népligeti bajnoki mérkőzésén 10 gól dobott egymaga. Remek formában van, de a múlt héten az érdelleni bajnokin összeszedett egy kisebb sérülést. Ez látszólag nem akadályozza. Tomori bent marad most, ő is támadásban. Ő kapja a labdát, bár nagyon közel volt hozzá Groot, aki passzolt. Kovacsics tett arról, hogy ne menjen tovább a győri támadás. 12. perc, 7-7.
Tomori, kilépnek rá. Mörkel lövi, ez fölé. Jó volt a ferencvárosi védekezés. Ha nézzük ezt a másik oldalról. Amorim már arra számított, hogy penához jön a gyors passz. Eljut végül penához a labda, és hogy kilőtte a felső sarkot Nere a pená. A második gólja, Elek Gábornak is tetszik. Kapja is a pacsit Maria Jovanovicstól a kispadon. Ott Pók nem maradt élve, az biztos. Groth. Mörk. Csak le a szélre. Bódi. Szucsánszki vele szemben teljesen. Csak így tudta megoldani. Marad a Győrnél a labda. Tomori a képen. Nála a labda. Mike Groth megcsinálja a cset. Le a szélre Görbichez. Bíró. Legalább a negyedik nagy zicservédés, és még csak 13 perc telt el. Görbich most nem tudott betalálni a szélről. Kapuscsere az Etóban közben. Kis Éva már bent a pályán. Grimsbő egyelőre pihen. Benna is Szucsánszki. Most lép be Kovacsic. Amori meglökte penát, épp ezért marad a támadás a Ferencvárosnál. Andrasz Martin nem érti, Danyi Gábor nem érti. Tomori most megzavarta a ferencvárosi támadást. Kovacsics két ember mellett megy el, a kapufára dobja, de onnan marad a Ferencvárosnál. Szucsánszki érkezik, és kettővel vezet a Fradi. Ilyen még nem volt a mérkőzésen, 9-7. Előny tehát a Ferencvárosnál. Mörk, mit lép erre a Győr? Tomori most középen indul a figura, ketten fogják a Gauit, oda nem tud menni a labda, a blokkról kimegy, jöhet a Győr. Bíró Blanka, amíg azt hitte, hogy ők jönnek, elment a labdáért, aztán amikor látta, hogy Görbich is sétál, nem adta oda, aztán mégis meggondolta magát. A lényeg, Grothnál van most a labda, a bejátszása a Gauinak. Sárgalapos figyelmeztetés Danik Sneldernek. Látszólag El Gaui meg tudott élni, el tudott forgolódni a ferencvárosi védők között, akik azért jóval magasabbak nála, de ezekkel a pattintott átadásokkal lehet keresni valója. Groth. Tomori érkezik. Tomori, az nem jó passz Mörknek, roboghat viszont Sacő, és közte három. Időt is kér Namros Martin. Itt van még egyszer, ahogy elhagyta a labdát a Győr. Sacő végigment a pályán, és szépen fejezte be. 10-7 az első félidő felénél Namros Martin. In attack, we are having the good chances, okay? So, we have to be calm in attack. Voila! Let's go! Goalback! Rest! Please, in defense! In defense! Wait for the rebound! Now, with Jovanovic, it's not necessary to go help him, okay? Let's try more in the hands! Problem! Nem a játékban ugyanez a sebesség, maradjon meg! Jön a Maki, jöhetnek az ötösök, jó? Bírod még? Muszáj még egy picit, bírod még? Jó, jó, következő az Izi, és az erőmet, jó, 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 azt látom. Oké, kérlek, védekezés már stabilan, az a lényeg, meg a visszafutás, visszafutás, visszafutás. Oké, ugye, támadó játék, hogy jöhetnek az ötösök, és jöhet a Kupi, nem menj ki jobbra. Jó, nem tudod. Jó? Ötös, Kumi, abból jártál, figyelj a blokk kiugrálására, oké? Gyerünk! 2-3! Úton a labda, három gólos ferencvárosi előny, bent van a Győrben most Puhalák is, ő futott be oda középre. Tomori,
Megállítja őt Snelder. A Ferencvárosnál már a támadás védekezés cserére készen Jovanović. Tomori le a szélre, Mörk vissza. Nagyon kemény, nagyon határozott a ferencvárosi védekezés. Most Grótot állították meg, Grót megint. Ott úgy ment be a ferencvárosi falba, mint flipperben a golyó. Hol ide pattant, hol oda. Ott Szekeres a nyakát fogta meg, aztán Szucsánszki is lökött egyet, biztos, ami biztos. Grót még bírja a gyűrődést, bíró a képen. Ike Grót. Mörk. Mörk ellövi. Az a sebesség, amivel ő cselez, és megcsinálja a testcseleket. Majdnem, hogy egyedülálló a világon. Jovanović bent támadásban a Ferencvárosnál, most Pena helyén. Szucsánszki, Jovanović, Sacl. Bódi Jovanovics-sal szemben, majdnem, hogy soros emberfogással. Lukács úgy dönt, hogy bemegy, kapufára dobja. Le a szélre Bódi, beledobja Bíró Blankába. Jovanović ment föl, 9 méteren felugrott, eljut Snelder ez a labda, de még mielőtt gólt kiáltanának, kiáltottak egy páran itt a csarnokban. Büntető következik. Kis Évával szemben Kovacsics Anikó és fordítva. Kovacsics bedobja, visszaáll a 3 gólos ferencvárosi előny, 11-8. Grót most Jovanovićtól kapott egyet. Montenegrói maradt bent védekezésben, most a kettesben átment az első szűrőn. Dike Grót, ennek az eredménye, Jovanović kiáll. Ele Gábor indulatosan reklamálja ezt. Jovanović 2 perces büntetés, Ele Gábornak pedig egy sárga lap. Nem ennek rázta az öklét még Nora Mörk az imént. Ele Gábor próbálta utánozni, hogy Ike Grót szerinte mit csinált. Mörk ezúttal nem dobta el, Tomori hát mögötti passza pedig nem volt jó, hogy láthatták. Pualák azt már nem érte el. Görbic és Brock a kispadról mutatja, hogy élénküljön fel a védekezés. Az időkérésnél egyébként Amrosz Martin is felhívta erre a figyelmét a győrieknek. Pena most ismét a pályán, ez azt is jelenti, hogy nincsen kapus a Ferencvárosnál jelenleg, hogy így támadjon 6-6 ellen a Fradi. Lábat ért közben a labda, marad Fradinál a támadás. Pena! Szucsánszki viszi, cipeli a labdát, a szabaddobás következik. Pena. Snelder kérte a labdát, nem ő kapta, Kovacsics kilövi el, ő ellövi, és most kellett lefutni a Penának, hogy visszaérjen Bíró, roboghat a Győr, Tomori, Grót, Grót viheti lendületből, nincs előtte senki, 11-9. Nem rendeződött még vissza teljesen a Ferencváros, ezt használta ki az Eto. 20. perc, 2-vel még mindig vezet a Ferencváros, és marad ennél a formációnál, azaz, hogy ember hátrányban nincsen kapus, 6-6 ellen támadnak. Kucsánszki, Pena megcsinálja a cselt, a védekezővel szemben, a Gauival szemben mellélőt, kis Éva indíthat. Grót egyből tovább, Mörk le a szélre, teljesen üresen Bódi, és a rövid felsőbe behúzza, egyre jön föl az Eto.
Bíró Blanka most tehetetlen volt. Penágy ütemkéséssel ért oda. Tehát egyel kevesebben is volt ekkor már a Fradi a pályán. Most viszont teljes létszámban a felek. Most Tucsánszki pihen az átlövő sorból. Jovanovic, Pena, valamint Kovacsic még bent. Kovacsicsnak nem adta Pena, hanem ellövi. Nere a Pena, eddig nyerő ember. 12-10. Mire kimondom, véd egyet Bíró Blanka, és most már ő is reklamálja azt hangos szóval, hogy marad a Győrnél a labda, mert korábban belefújtak a játékvezetők. Amorim jött vissza támadásban. Amorim el is lövi. 12-11. Kovacsics kapott egyet az arcára, de mehet tovább a játék. Jovanovic lehet, hogy meg se érezte. Egyébként az elődöntőben is megfigyelhető volt az, hogy időkéréseknél Lelek Gábor őt kérdezi legtöbbször, hogy bírja-e még. Elődöntőben is nagyon sokat pályán volt Kovacsics Anikó. Kobori szinte leszedi a mezt Penáról. Ő azt mutatja, hogy a spanyol már ellépte. Salamoni döntés, hogy jöhet a Ferencváros. Pena megcsinálta az induló cselt, és egy nagyon szép gólt szerez. Ez már az ötödik gólja erre a Penának. Nem tud egyenlőre hosszabb ideig fogást találni az Eto'o a Ferencvároson, amely nagyon határozottan védekezik, és jobban használja ki a helyzeteit. Ezt fontos kiemelni. Amorim. Kovacsics lép ki rá. Roth. Nem mutatta a paszt, aztán csak most adta Mörknek. Amorim. Mörk. Zseniális megoldás. A lábak között. Test mellett. Jovanovic már elől. Kovacsics. Leütik a kezéről a labdát. Jovanovic. A zsűri asztaltól nyugtatgatják az Eto'o kispadot. Ledirigáljon mindenki ott. Kiütik Kovacsics kezéből a labdát. El Gaui. Marad viszont Jovanovicsnál. Kovacsics. Jovanovic ellövi! Az elődöntőben a Dunaújváros ellen Jovanovic úgy szállt be, hogy komoly gólokkal tudta segíteni a Ferencvárost. Nagy terhet vett le a többi átlövő válláról. És miközben a győri támadást nézzük, azt rögzítsük egy újabb kapuscsere, a győrieknél visszajött Grimsbő. Roth. Ez egy jó passz lett volna, ha nem nyúl bele Jovanovic, nem jutott el Gauig a labda, jöhet a Fradi. Ugye volt már három a ferencvárosi előny, most lehet ismét, ott is van. Az első félidő második fele. Az elődöntőben is, és a döntőben is Mária Jovanovicsé. Láthatják, a kép előterében ugrál a teljes ferencvárosi szektor. Megpattan a blokkon a lövés. Bíró kezében már nincs ott a labda. Snerder lejön, Mészáros most bent támadásban. Jovanovic. Fölmegy, ellövi, számított rá Grimsbő. Amorim mehet előre. Roth lepattant lóra Kovacsics. Az viszont nem jó passz. Nem is kérte annyira a labdát Puhalák. A lába elé pattant, az pedig mindig veszélyes. Itt még Grimsbő. Most megint fontos szerepe lehet.
Újra támad a Ferencváros. Sacel, Jovanović, most Penabent középen. Mészáros jelentkezik. Tomori, illetve Amorim között. Nem jobbra ment a passz, hanem balra vissza. Az ott senki ér. Most nem kapkod, nem rohan a Győr. Lehet, hogy egy picit fáradnak is már a fehérmezesek. Mörk Jovanovicsal szemben elvitte, rá is lövi. Elnézést kér bírótól. Csípszó után találta őt el. Visszafut a helyére a norvég. Roth megcsinálta a védője mellett a cselt. Az eredménye pedig így egy büntető. Ki fogja vajon elvégezni? Nora Mörk megy oda. Bajnokságban 33 hétméteresből 30-at bedobott, nagyon jó százalékkal értékesít, és most is ezt teszi, 15-13. Így örültek a győriek. Sacel, Pena, Jovanović lemegy a szélre, a labda Lukácsig. Pena ellövi. Majd, hogy nem ütemtelenül a másik irányba, mint ahová mozdult Terry Olvik Grimsbø. De kulcspaszt is kapott. Erre a Pena, a hatodik találata. Amorim csak a kapufát találja el a lövése. De már közben sípoltak. Jött megint a Győr, miután El Gaoui elment a labdáért. Utolsó 3 percen belül itt az első fél időben. Fordulatos első percek után őrzi vezetését a Ferencváros. Még úgy is. Most következik egy 7 méteres. Hát a Mörk bedobja. Akkor is csak szépítés lehet belőle. De hát ez kell a felzárkózáshoz az Etónak. Nora Mörk tehát. Ez most fölfelé dobja. Nora Mörk nagyot játszik. Pena, Kovacsics, Jovanović, szépen zárt neki Mészáros, Amorim ellopja a labdát, Tomori indulat a szélen, Bódi egy az egyben, Zitzerben nem hibáz, egy gólra jön fel az Eto. Bódi második góljával itt van még egyszer, kialakul az az állás, ami után Elek Gábort hallgathatjuk meg, időkérés. Gyere ide! Középen a leütött labdák felugrásba nem jó! Elviszi menetrend szerintem! Felugrásba jó! Kizi jön vissza egy támadásra! Gyere! Balátlövő! Kicsi jobbátlövő! Rövid kereszt! Jó? Rövid kereszt induljon meg! Le a tudod a dolgod a rövid keresztbe! És utána jössz! Missy 2x2 with the pivot, okay? Duda, play the B side of Missy,
And you, the pass of the pivot here. Ez zajlik a ferencvárosi támadás. Mert kilépett teljesen fenára, őt most kiveszik a játékból. Szucsánszki egyedül elvállalja, nem? Lukács. Jámbros Mártin azzal kezdte, hogy támadásban maradjon nyugodt az Eto, és játszom csapatként. Majd aztán a beálló játékra itta fel a figyelmet. Kovacsics, le a szélre Sacöltől vissza, az úgy nem jó, csak Bíró Blankának. Tönt a játékvezető keze. Most már nem passzolhat sokat a Ferencváros, sőt el kell lőni lassan. Grimsbő nem indít, bár loholt előre Puhalák. Bódi fut be keresztbe. Be és akkor most jön az a faktor, amit említett Ambros Mártin, hogy maradjon nyugodt a Győr. Mert hogy 40 másodperc van hátra az első félidőből, és egyenlíthet az Eto, ami kulcsfontosságú lehet a második félidőre nézve. Bódihoz jut le a labda, egy ejtés, Bíró Blanka szedi le. Jó elgondolás volt, szépen lejátszották a szélre ezt a labdát, csak hát ott van Bíró Blanka. És akkor így még van idő egy ferencvárosi támadásra, 10 másodperc még hátra, Szucsánszki Rót lábára dobja, el kell végeznie gyorsan a Ferencvárosnak ezt, hogyha még lőni akar, és nem időn túl, így viszont ez így abszolút nem volt jó. De jó Ferencvárosnak az, ami jelenleg a táblán van, egy góllal vezet a Fradi 16-15-re. Egy nagyon izgalmas kupadöntő, igazi kupadöntő, de hogy erről milyen szakvéleményünk van, azt azonnal megmondom önöknek. A szövetségi kapitány Kim Rasmussen vár arra, hogy megszólaljon, mit látott ő az első félidőben. Mert hogy megnézte már itt az elődöntőt, pontosabban a harmadik helyért zajló találkozót, és most a döntőt is, így a szó Horváth Péteré. Köszönjük szépen, hát fantasztikus mérkőzést láthatunk, a szurkolóknak leesett az álla, de milyen szakmai szemmel ez a találkozó? Kim Rasmussen válaszol. Hello. I think it's an amazing game, amazing event. It's very good for Hungarian handball to show this kind of emotion. And the game is full of emotion, full of speed, very good offense. The defense is still a little behind, but let's see what happens in second half. Remek mérkőzés és remek esemény a Magyar Kupa 4-es döntője. Remek reklámja ez a magyar kézilabdázásnak. Támadásban fantasztikusak voltak a csapatok az első fél időben. Védekezésben egy picit még elmaradt a kettő, meglátjuk, mi lesz a második fél időben. Amikor két ilyen top csapat játszik egymással, akkor mi dönthet majd a végeredménnyel kapcsolatban? So what can decide the game? It's always the easy answer is always to say the first team that gets the defense to work will win. And I think this will be the same in the second half. The first one that find the right defense will make some fast break goals and will slowly win. But it's a great atmosphere. I love these fans. It's amazing for a handball lover to be here in a game like this. Egyszerű erre a válasz, hiszen az a csapat nyerhet, amelyik előbb megtalálja a védekezés kulcsát. Azt gondolom, hogy a második fél időben ez döntheti el a kupadöntő sorsát is, amelyik csapat előbb össze tudja rakni igazán magas színvonalon a védekezését. De nagyon élvezem a mérkőzést, mint kézilabda szurkoló és mint kézilabda barát. Fantasztikusak a szurkolók is. Mi is élvezzük, köszönjük szépen Kim Rasmussennek és természetesen Liszkai Gábornak is. Kedves nézőink, most pedig megyünk vissza a stúdióba és elemzünk egy picit. A Tipmix Török Boldog női Magyar Kupa 4-es döntő fináléjában tehát szünetben egy gólos ferencvárosi vezetés, és nem úgy tűnik egyelőre, hogy Szőlősi Zárcsik Szandra beszállna a mérkőzésbe, illetve hát, ha már a fáradtságról esett szó, akkor az is nagy kérdés lesz, hogy például Yvette Brock nélkül meddig bírja egy beállóval a Győr, mert hogy az teljes első fél időben Elgaui Aszma ott volt fönn támadásban. Most éppen nagyokat kortyol még a palackból, kell neki a frissítés. Azért annyira ilyen szinten ő nem tapasztalt, legalábbis Magyar Kupa döntőkben. De aztán meglátjuk. Utolsó gondolatok még az Eto másodedzőjétől, Danyi Gábortól.
Görbic Anitának. Ő kezd tehát majd a második fél időben a szélen. Itt egy kis cipőbemutató, rajta egy csomó vakszal. Ott pedig a főszereplő a labda Danik Snelder kezében. Grimsbő marad az Eto kapujában. 16-15-ös ferencvárosi vezetésről folytatódik tehát a 2016-17-es Magyar Kupa szezon utolsó félideje. Kovacsics. Tenára teljesen kijött Tomori. Az nem volt egy jó passz, Lukács nem tudta elérni. Magas volt, meg egy picit talán erős is a labda. A Lukács Viktória. Görbic a szélen, Elgaui középen. Amorim Groth, valamint Mörk. Groth, Amorim le a szélre, Görbic. Rövidre próbálta, ott volt Bíró Blanka. Marad a Győrnél a labda. Egy kis törlés az iménti akció miatt. Legyen sérülés. Ugye volt itt a Magyar Kupa 4-es döntőben. Sajnos sérülés, miközben láthatjuk Bíró Blanka védését. A Ferencváros elleni elődöntőn a dunaújvárosi Kemény Dóra sérült meg. Illetően elszakadt a szalagja, de ezt majd csak hétfőn vizsgálják az orvosok. Úton is jobbulást, több ilyen ne legyen. Kis közjáték után folytatódik tehát a mérkőzés. Amorim két ember között megy el, és egyenlít a brazil. Hosszú idő után ismét egál. Szucsánszki ellőtte. Nem léptek rá ki, üresen maradt ott egy rés a falban, és erre Grimsbő nem számított. Nem volt sokáig egál. Mörk nem lövi el, hárman ugrottak fel előtte, és aztán nem volt ott már a fehérmezes. Görbic gól! Inkább nem is mondom végig, az a fontos, ami pontosan történik. Görbic Anita itt lefülelte ezt az átadást, illetve azt, hogy Szucsánszki még egy picit talán máshol figyelt. Görbic, amit a maga minden rutinjával, tehát újra egyenlít. Az egy jó passz, és egy jó védés Karol Grimsbő. Védéseknél az Eto kapusainak a nevét nem sokszor mondhattuk eddig. Most igen. Átveti a vezetést a győri Audi Eto. Az ott belemenés. Szucsánszki, Bena, le a szélre megint. Ezúttal már bent van Lukács. Döntetlen után nem vezet a Győr. Ismét vezet a Ferencváros. Groth. A másik szélről Bódi. Tizennyolc. Két csapat legutóbbi mérkőzése a bajnoki a Népligetben 28-28 lett. Már belefújnak. Tomori volt szabálytalan. Kovacsics még mindig a pályán.
Penától kapja. Pena elhagyja így a labdát. Kucsánszki szedte össze. Kucsánszki megint. Hát tett egyik kezéből a másikba a labdát, Grimsbővét. Úgy tűnik elkapta a fonalat a norvég kapus. Kovacsics tovább tudta gyömöszölni, de hát ez a vége. Kucsánszki. Belépünk a 36. percbe, 19-18 a Ferencvárosnak. Amorim Kucsánszki vele szemben, Kucsánszki eldőlt, marad a Győrnél a támadás, Elgaui, Mörk, Bódi, Groth. Amorim bedőlt megint Kucsánszki, aztán onnan nagyon kiszorított helyzetből, éles szögből Görbic nem tudta bedobni a hosszú felsőbe. Ennek ellenére Ambrose Martinnak tetszett. Itt ismerte fel a helyzetet Görbic. Kovacsics, Kucsánszki, Kovacsicshoz vissza. Mutatta a lövést, aztán passzolt. Kovacsicshoz vissza. Groth állítja meg a támadást, jól lépett ki a falból. Nagyon kemény védő munka kell, hogy ezt a Ferencvárost, ezt a mai Ferencvárost megállítsa az Eto. Kovacsics lőni el, a blokkról megy ki. Jöhet továbbra is a Fradi. Fent a játékvezető keze, innentől hatot lehet passzolni. Pena, Lukács a szélen, Lukács kapufa. Összeszedte Bódi, jöhet Tomori. Grothnak vigyáznia kell, hogy ne legyen belemenés. Jött az Eto, Amorim. Két embert döntött be, ő maga is feldőlt. Mehet tovább. És még nem ér vissza Amorim. De ezt nem tudja kihasználni, vagy ki tudja használni? Nem tudja kihasználni a Ferencváros. Támadásban pályán Jovanovics, Kucsánszki pihen. Pena. Jovanovics. Jovanovics nem lőtte el. Kovacsics lábához passzolt. Onnan pedig kipattant. Amorim, Mörk. Amorim kiejti, Kovacsics összeszedi, indul Lukács, de nem ő kapja, hanem Jovanovics a túloldalon. Ketten mennek, Pena, Lukács együttemmel később gyűjti össze, de így is gól. 20-18. Nem ment végig túl gördülékenyen a labda, kézről kézre. De a végeredmény a fontos a ferencvárosiaknak, az pedig itt látható. Tomori, Bíró, kapu közepébe ment a labda, még vissza tudott nyúlni a kapus. Megszerzi a labdát közben az Eto. És ezekben a percekben kapkodó a játék. Bódi teljesen üres volt elől, de nem ő kapta a labdát. És akkor most lehet nyugodtan támadni az Etónak. Amorim lejön, támadásban érkezik a Gaui Asma. Groth mutatta, hogy mi következik. Tomori maradt bent. Tomori jó ütembe vette át a labdát, Görbic a rövidre. 20-19. Az első félidőben egyszer, a második félidőben már másodjára eredményes Görbic Anita. Sacöl. Kovacsics hagyta, hogy Jovanovicsnak ez így fölé. Pedig jó elképzelés volt, jó figura.
De arról már tettem említést, hogy a Ferencváros a Bajnokok Ligája negyed döntőjében a Cseszeme Bukurestivel játszik majd idegenben pénteken. A Győrek picivel többet pihenhet majd a mérkőzést követően, hiszen vasárnap meccsben lesz jelenése tavaly Bajnokok Ligája döntőt játszó csapatnak. Tomori Görvichez le a szélre, Görvich tette volna keresztbe, de az csak egy csel volt. Eldől Jovanovic, így tud befordulni el Gaui, Bíró Blanka. Láttuk Ambrose Martin mögött Bíró Blanka korábbi Váci csapattársait. És itt pedig a Ferencváros újabb gólját. Hiába jön föl egyre az Eto, ezekben a percekben nem tud egyenlíteni, nem tud fordulatot belevinni a meccsbe. Most már azt kell, hogy mondjam, az első félidő közepe óta. Sacin Ladin a gólszerző. Tomori. Jovanovicba ment bele. De a montenegrói volt szabálytalan. Tomori nem marad a földön. Rohannak be hozzá az orvosok. De a sérülés csak az ne legyen. Igen, ott rosszul esik. Hát az is fájott ott, ami az ütközésnél volt. Ott váll a válnak. Büntető következik majd, amelyet Nora Mörk végezel. A ferencvárosi kispad kell a frissítő. Tele van a csarnok, nagyon meleg van. És az iram már nem is olyan, mint az első félidő elején. A koncentráció sok energiát veszel. Tomori még mindig lent. Tehát a büntetővel kapufára dobja. Nincsen gól. És ez kulcsfontosságú lehet, hiszen úgy megy neki ennek a következő 1 perc 47 másodpercnek, amíg emberhátrányban van Jovanovic kiállítása után a Ferencváros. Egy két gólos előnyben van továbbra is. Mörk büntetőt hibázott tehát. Kovacsics, Kicsánszki, Pena, Kovacsics, Sacl, onnan nem tudott bemenni, csak visszafelé Bódi állítja meg. Nincsen kapus a Ferencvárosnál, így vannak fönn támadásban. Hat ellen, Sacl! Milyen tekerés volt az! Ismét hárommal megy a Ferencváros papíron ember hátrányban, de milyen góllal? Újabb büntető következik. Ezúttal Elgaui azt ma harcolta ki. Nagy kérdés, hogy ki dobja. Görbic Anita áll oda. Két csapat előző bajnoki mérkőzését ő egy kihagyott 7 méteressel kezdte. Most nagyon pimaszul. Majd, hogy nem átejti. Na jó, azért nem volt ez ejtés, de határozott lövés. 22-20. Tőle is kellenek a gólok. Ja, úgy tetszik, ezen a meccsen részfeladatok jutnak neki a szélen, illetve a 7 métereseknél, középen irányítóban, ha jól emlékszem, nem is volt. Szucsánszki, Pena, Snelder csinálta a helyet, elvitte Amorimot, nem jött a lövés egyelőre. Pena, Grimsbö erre számított, ott maradt a lába,
De még mielőtt indulna az Eto, Grimsbő örül, de a labda marad a Fradinál. Sárgalapos figyelmeztetés a győri kispadon Danyi Gábornak. Fokozódnak az izgalmak. Lassan belelépünk a meccs utolsó negyedébe. Jovanović, Tena, Kucsánszki vissza Jovanovićhoz, fent a játékvezető keze, beállónak ment a passz, eldőlt bent Schatzl, de nem tudtam, hogy Snellernek megy a passz, vagy Schatzlnek, de innen is egyértelműen látom, hogy a berepülőnek ment. Jovanovićnak az rossz, hát a mögé ment Penától. Szekeres érkezik védekezésben. Görbic nem tudott bemenni, nem tudott a túloldalra passzolni. Ugye ő nagy kedvel fordítja gyorsan az ilyen labdákat, teljesen váratlan helyre. Meg kell várnia a Győrnek, amíg megjött oda középre a Gaui Asma. Keresett cserél Ambrosz Martin. Ugye szélen Nedlikovára nem számíthat, jó volt ez a blokk. Jön egy kisebb sérülése. És ugye Ivet Brokra sem. A három gólos vezetésért támadhat a Fradi. Pena. Beleértek abba a paszba, de már közben fújtak a játékvezetők. Szucsánszki. Gyere a Pena. Jovanović bele a blokkba. Tomori kihez pattan a labda, Bódi szedi össze. Jöhet az Eto. Ott volt Schatzl is, de ő már egy picit beljebb mozdult. Tomori Mörk. Teljesen tisztán Amorim, és ezt gyönyörűen ejti át. Eduarda Amorim. Megint jó százalékkal lő, csak úgy, mint az elődöntőben. 22-21. Semmi sem dőlt még el. Pena. Amorim dőlt el ott közben. Tomori szedte össze a labdát, indulat Groth. Egyedül viszi végig, vagy passzol. Bódinak az nem volt jó. Volt ebben talán annyi lendület, hogy bevihette volna egyedül is. Vele szemben volt két védő. Lapaszt választotta Mike Groth. 22-21. Elek Gábor időkérése. Gyere ide! Most lenne a lényeges, mert azt ne kapjál elrohanásból, azt meg ahhoz az kell, hogy ne hagyjál el labdát! Ne hagyjál el labdát, jó? Játszat! Aki nem talajról, nem bejátszat, fölugrásból lőjünk! Valamit vállaljunk el, jó? Előkészítünk a mozgásokból, jó? Jöhet a 30-ot, jöhet a dark pontra! Jó? Gyerünk! Jó? Fejed legyen tiszta! Most nem fél bele, zsinórban négy labba elment, semmiből! Our best in these 14 minutes, what we don't get, because of the game, we have to do it with power, okay? We have inside. Now they are a bit stressed. They, when we are in attack, easy, in the counterattack also easy. One more pass, and we get the chance. Important, the back player without ball when we push in the other side. Okay? Nyugodtan a védi, végig kiátszva. Még egy passz mindig belefér. Ambrosz Martin mondandója röviden, illetve hogy erőből kell megoldani most már ezt a Győrnek, ha nem tudott az elején előre szert tenni. Sőt, Szucsánszki, a hatodik gólja, ezzel kettő a Fradi előnye. Hát ezt kérte Elek Gábor,
látni a lövést kintről. Kapus csere az Etónál, ismét jön kis Éva. Támad a Győr. Groth. Amorim. Le a szélre. Görbic nagyobb szögben dobhat. Bent is van 23-22. Eldökik Jovanovicsot. Egy emberként tüntet a Fradi tábor. Egy kis pihenő. Törlés következik. És ugye már a Bajnokok Ligája gondolatmenetet elkezdtem, be is fejezem. Ugye a Ferencvárosnak azért is lehet nehéz dolga, hiszen a Cseszeme élén ott egy vezetőedző csere. És ugye amikor csapat vagy bármilyen csoport élén új vezető van, az mindig egy kicsit jobban összerántja a társaságot. Kemény ellenfél lesz a Cseszeme, a BL címvédő. Na de most a Magyar Kupa címvédőt kellene legyőzni a Ferencvárosnak. Kis Éva véd. Amorim. Mörk. Groth. Megint Amorim. Ellövi? Nem. Megáll a Fradi támadás. Groth nagyon vehemensen kezdte el ezt az akciót. De mi lesz a vége? Nem tudta megcsinálni a cseleit Nike Groth. Marad viszont a fehérmezeseknél a támadás. 12 perc még hátra. Egy góros Fradi előny. Hoppá, majdnem elcsente a Szucsánszki. Ez a bejátszás jó. Nike Groth. 18-18 után ismételten egyenlő 23-23. Itt van még egyszer Nike Groth gólja. Pena. Vissza hozzá Tomorivel szemben. El tudja dobni, el tudja, mellé megy. Belefújnak. 7 méteres következik. Kovacsics Anikó érkezik elvégezni a büntetőt. Ott volt a szabálytalanság. Kovacsics bedobja. A második gólja a találkozón, a döntőben, ezzel 24-23 a Ferencvárosnak. Tavaly ő még a Győrrel nyert Magyar Kupát. Most ferencvárosi színekben teheti, az lehetne neki a tizedik. Amorim. Előrébb a győri támadás. Róce keressel szemben. Amorim 9 méterről felugrik. Snelder blokkolja, és ebből mehet Lukács. A túloldalon megy Sacl, egy kézzel leszedi a labdát a levegőből. Az egyértelmű. 2 percet is reklamálnak a szurkolók. De a 7 méteres ténye egyértelmű. Sacl gyönyörűen vette át a labdát. Lendült a keze úgy, hogy a labda benne se volt, mert hogy kiütötték. Megint kis Éva és Kovacsics Anikó. Ezt is bedobja Kovacsics. Zsinórban a második büntetője. Hiába egyenlített az Eto. Egyenlőre ez sziszi-puszi munka. Belül az utolsó 10 percen. Groth tárja szét a kezét. Ellövi Groth. Bíró Blanka kiszedi a felső sarokból a lövést. A mérkőzés egyik főhőse a képen. Jovanovics.
Penna csalódott volt, hogy nem kapta első ütemben a paszt. Jovanovics érkezik. Jovanovics Penához, csak kicsiben. Az nem jó passz. Kovacsics nem mozgott be annyit előre. Rót. Ambrose Martin időt kér. És megint egy olyan szakasz jön, amit egyszerűen muszáj kihasználni az Eto'nak, hogyha meg akarja védeni a címét. Valamivel több mint 8 perc hátra. Now it's very important in attack that the ball goes side to side. We can play dupla directly or changing the position. And also the combination in Barça, Win go pivot 2 and 3 and 4 go set. 4 go set. Okay, but checking the space, pivot. No fault in attack. In defense, low the spaces. And now for the wing, I never will be there. Go! Továbbra is kulcskérdés, az eladott labda. Jó, az eladott labda kulcskérdés. Oké, védekezésre maradj zárva. Betörés, bejátszás ne legyen, jó? Kész legyen fönn, sáncolunk, maradunk szűkkel. Oké, maradunk szűkkel, de tudunk ütközünk, jó? Figyelj ide, nagyon jó lehetőség előtt állsz. Támadó játékba kell egy kicsit több hozzá, kicsit több kell, türelmesebben. Védekezésben a területek szűkítése tehát mindkét oldalon, de nézzük a győri támadást 25-23-as Ferencvárosi vezetésnél. Az egy jó bejátszás, El Gaui összeszedi, Bíró Blanka véd, 7 méteres következik. Kevesebb mint 8 perc hátra Görbic Anita és Bíró Blanka. Görbic nyeri ezt a párharcot. A 6. gólja Görbic Anitának. Élete 15. Magyar Kupa döntője, amiben játszik. Pena. Jovanovics. 9 méterről a lövés, kísérve a véd. Támadhat az egyenlítésért a győri Audietto KC. Groth le a szélre, de szép labda volt, Bódi! Egyenlít az Eto, 25-25. Hát milyen fordulatok vannak még itt? Tudnak valakiről, aki még nem nézi ezt a meccset, akkor szóljanak neki, hogy nézze! Elképesztő fordulatok. A győri kispad öröme. Pena. Kovacsics. Penához vissza. Snellerhez a bejátszás. Tomori ér közbe. Ki a labda? Sacölé. Pena le a másik szélre. Lukács nem tudott vele bemenni. Kovacsics ellövi. A hosszú felsőbe. Ezekben a percekben nem csak 7 méteresekkel, hanem ilyen átlövésekkel is hozzátesz a Fradi vezetéséhez Kovacsics Anikó. Amori. Hárman birkóznak El Gauival, nem ő kapja természetesen le a szélre Görbicnek. Ez nem jött jó ütemben, pedig be tudott volna vele menni. Amori felugrik, nem lő. Már hárman blokkoltak volna vele szemben. Amorim Snellerrel szemben Mörk, az csak oldalháló. 5,5 perc hátra. Kovacsics, kis, újabb védés.
Azért ha az első félidőben nem dicsértük a győri kapusokat, azért a második félidőben ezt megtehetjük. Grimsbőnek és kis Évának is nagyon fontos védései voltak. ...15-16 volt az első félidő, a második félidő részeredménye 10-10. El Gaui teljesen üresen bepattintja, 26-26. És akkor itt a kérdésemre a válasz, hogy bírja ő erővel támadásban végig a pályán. És itt van az öröme. Az első cím, amit meg lehet nyerni idén ebben a szezonban, de ki nyeri meg? Most a Fradi van hozzá megint közelebb. Szucsánszki gólja, szerencsésen utat talált a kapuba. 27-26. Eladja a labdát a Győr. Ez megint kulcsmomentum lehet. 4 percen belül. Itt van Szucsánszki gólja. Megnyílt a terület a 2-3-as védő között. Nem volt összezárás azt, amit Ambrose Martin kért. Pena. Szucsánszki. Kovacsics. 'Mutatja Mörk, hogy bizony az ő mezét is húzták. Jöhet a Fradi. Pena. Mutatta Sneldernek, hova menjen, bedönti Tomorit, ez egyértelműen támadó szabálytalanság, belemenés, jöhet az Eto, Tomori, Görbic, mit csinál a szélről, a kapufa külső élére dobja, nagyon éles volt az a szög, mert hogy az most egy elhamarkodott döntés volt, de hát ez csak a végeredmény fogja eldönteni, hogy valóban az volt-e. Tucsánszki bemegy és bedobja. 28-26. Az utolsó győri időkérés, az utolsó győri esély az egyenlítésre, felzárkózásra Ambrose Martin. Nehéz helyzetben az Eto, bátran kell lőnie, de ugyanakkor a biztosra is kell mennie, mert hogyha elhagyja, eladja a labdát, oda nem biztos, hogy lesz már idő meg lehetőség újra Fradi kapuja elé keveredni, nem úgy, mint most Amorimnak. Újabb 7 méteres. Az óra egyelőre nem áll, csak most állítják meg a játékvezetők. 2 perc, 9 másodperc hátra. Görbic Anita kezében a labda. És lehet, hogy a Győr sorsa is. Görbic bedobja. 28-27.
Görbic is egészen elképesztőt játszik. Megnyitja a védőfalát, az Eto'o be tud menni. Kovacsics, Anikó. És még mindig nem mondok semmit, hogy mire lehet elég ez a gól, mert támad a Győr. 29-27. Groth. Amorim. Megint ugyanaz az ítélet, ami előbb. 7 méteres következik. Egyértelmű a szabálytalanság. Egy emberként skandálja a Fradi tábor bíró Blanka nevét. Az előbbi csatájukat Görbic Anita nyerte. Bíró Blanka kivédte. 1 perc van hátra a Magyar Kupa döntőből, és 2 góllal vezet a Ferencváros. Amorim. Ha nem megy 7 méteresből, megy Amorim átlövéseiből. 29-28. Mörkint Penán. 40 másodperc hátra. Lukács, Szucsánszki, Ele Gábor időt kér. Nagyon közel van a Ferencváros ahhoz, hogy legyőzze a Győrt. És 2003 után ismét megnyerje a Magyar Kupát. Ezt most megengedem magadnak, én találkozom olyan alatt. Nyugodjál le! Nyugodjál le, jó? Itt van a csopák a lőbe? Nézzük meg, hogy mit lépnek. Ha kijönnek 2-ös emberfogóra véletlenül, akkor nehogy ott maradjunk, jobbkezes jobbátkozővel tisztán, jó? Jó? Gyerünk, nagyon fontos, egy volt valahogy meg kell gyötörni. Ugye, eladott labda technikaiban nincsen, jó? Nincsen. Hosszú támadás. Gyertek vissza, jó? Egyben vissza! Here and there, two players, and you, take this space with the people. Ella, it's goal fast. Goal fast and change, okay? Egy esélye van a Győrnek. Ezt a támadást minél hamarabb hatástalanítani, elvenni a labdát, és abból gyorsan indulni. Egy gól a világ a Ferencvárosnak. Ez a gól a Magyar Kupa győzelmet jelenteni, a Győrnek pedig az egyenlítés. Tucsánszki. Schatzl. Snelder jött vissza a labdáért, fönt a játékvezető keze. Pena, Tucsánszki. Mi lesz ennek a vége? Belefújnak a játékvezetők. Áll az óra. 15 másodperc van még hátra. Figyelmeztetik a bírók a feleket. Tucsánszki ellövi, fölé Kisévának azonnal indítania kell Ambros Martin utasításai szerint. Támadhat még egyet a Győr. Mi lesz ennek a vége? Nike Groth, Nora Mörk, ott van Amorim, és Amorim egyenlít! Eduard Amorim egyenlít! 29-29, az utolsó másodpercben Ambros Martin a pályán ünnepel. Úgy ünnepli ezt, mint hogyha a Győr megnyerte volna, miközben csak egyenlített. 7 méteresekkel dől el 2017-ben a női Magyar Kupa. Azt a mindenit, milyen mérkőzés. A fejüket fogják a ferencvárosiak, és hát igen, ilyenkor jön a lélektan. Hogy a félig már ott volt a kezükben a Magyar Kupa, és mégis büntetőkkel kell eldönteni. Itt van a ferencvárosi kupak tanács. A bajnokságban döntetlen, a Magyar Kupában döntetlen, és emlékezhetünk rá abban az évben, 2015-ben, amikor a Fradi bajnok lett, a bajnoki döntő népligeti mérkőzésén, extrém hosszú meccsen, szintén büntetőkkel dőlt el, hallgassuk Elek Gábort.
majd egy kicsit később. Szóval van a két csapat közös múltjában ennek hagyománya, ha úgy tetszik. Egyből büntetők, nincsen kétszer 5 perc. 5-5 büntető, amíg el nem dől, aztán folytatódik. Vagy nem, vagy eldől 5 büntető alatt. Nem sokszor volt egyenlő a második fél időben. Ugye 18-18-nál, 23-23-nál és 29-29-nél. Az utolsó másodpercben. Mi lezünk? Mi kezdítek? Kucsánszki választott. Ebből jól vettem ki, akkor a Ferencváros fogja kezdeni a büntetők sorát. Hát Bíró Blankában bízhat ezen a mérkőzésen a Ferencváros. Remekül véd, de készül Szikora is. Hát, ha be kell szállnia. Grimsbő melegít, magas térdemelés, felpörögjön. Ambrose Martin utolsó eligazításokat tartja kapusainak. Valószínűleg kis Éva fog így kezdeni. Grimsbő még mindig melegít. Elek Gábor még egyeztet, mi lesz a lövők sorrendje. Hát mindenki talpon a csarnokban. Kovacsics Anikó biztos kézzel dobta a mérkőzés során a 7 métereseket. Biztos vagyok benne, hogy ő is lőni fog. Még egy kis egyeztetés. Abból a 12 magyar kupa elsőségből 5-öt a Ferencváros ellen szerzett meg a győri Audi Eto. Ilyen szoros még sosem volt a magyar kupa döntő. Jöjjön az első pár kis Évával szemben Kovacsics Anikó. Bedobja. Ugye ilyenkor hozzáadják a rendes játékidős eredményhez ezeket a gólokat, így hivatalosan 30-29 az állás. Bíró Blankával szemben Nora Mörk. Mörk is bedobja. 1-1, 30-30. Kiadott egyet a mérkőzés során, erre emlékezhetünk. Itt most biztos kézzel. Kari Olvi Grimsbő és Szucsánszki Zita. Szucsánszki is bedobja. Érkezik a kapuba, a ferencvárosi kapuba Szikora Melinda. Cserélte át Elek Gábor, hát ha megzavarja Eduard Amorimot. És megzavarja! Szikora Melinda kivédi Eduard Amorim büntetőjét. Lépés előnyben a Ferencváros. Elek Gábor távol a saját kispadjától, nem meri nézni. Sacül Nadin bedobja. Nike Groth és ha már előbb bejött, Szikora Melinda. Groth bedobja. Már csak két pár van hátra. Ebből az első Kari Olvi Grimsbő és Mária Jovanovics. Bedobja Jovanovics. Nem jellemző a bajnokságban, meg ugye egyébként, hogy ő heteshez adja a nevét. Most megtette és jól tette.
Tomori Zsuzsanna. Ha kihagyja, akkor nyert volna a Ferencváros, de Tomori Zsuzsanna bedobta. És most következik Nerea Pena. Ha Nerea Pena bedobja, akkor magyar kupa győztes a Ferencváros. Kis Éva vele szemben. 2017-ben a női magyar kupát a Ferencváros nyerte. Pena bedobta, 7 méteresekkel tehát. 34-32 a hivatalos végeredmény. A Ferencváros 2003 után ismét megnyeri a magyar kupát. Teljesen megérdemeltem. A Győr csak a találkozó elején tudott vezetni, végig loholt a Fradi után a győri Audiató KC, de a Győrben volt annyi rutin és annyi erő, hogy még onnan is többször felállt, de hiába. A Ferencváros nem hibázott a büntetőknél, Amorim 7 méteresét pedig hárította Szikora Melinda. Következik majd lassan a díjátadó, miközben az örömképei, illetve a ferencvárosi szurkolók. ...2015 után tehát ismét címet nyer Magyarországon a Ferencváros. Bocsánat, már az én hangom is egy kicsit elment. Ezúttal a magyar kupa. Akkor a bajnoki cím jött össze az Etóval szemben. Most pedig a magyar kupa. És ezzel az is biztos, hogy nincsen 13-szoros győztese a magyar kupának. Maradt a Győr is 12 sikernél, és mellé valamit a Vasas mellé felzárkózott a Ferencváros. Nerea Pena. Nagyon kellett a játéka a mai döntőn is, és hát a sorsdöntő 7 méteres végül is ő vitte be. És milyen a sors iróniája, hogy Amorim egyenlített a rendes játékidő végén, és aztán az ő büntetője maradt ki a 7 méteres párbajban. A ferencvárosi ünnep, a túloldalt a győriek is a saját szurkolóikkal pacsiznak. Hamarosan jövünk értékelésekkel, addig azonban egy kis elemzés. Kecskemétről egyelőre ennyi. Kupa győztes a Ferencváros. Remélem, hogy is nem sokára jön. Nem lett meg a 13. a Győrnek, egy elképesztő meccset láthattunk óriási végjátékkal. Hát mit érez most Ambrose Martin? Megszokhatta, hogy győz a csapata. The team used to win, but what happened today? Yes, I think from the very beginning we were all the time behind in the score. And when we came close, we was not able to stay over. Just against 2 or 3 goals all the time like this, and it's very difficult for the physical and also for the moral. And at the end when we got it, 7 meters again, but I think this game will make us even stronger for the future. Igazából nehéz mérkőzés, viszont gyakorlatilag az elejétől kezdve küzdenünk kellett, futottunk az eredmény után, és ezért sikerült is utolérni a Ferencváros, de átvenni a vezetést már nem tudtuk. A probléma az volt, hogy nem sikerült megstabilizálni ott a vezetésünket, újra 2-3 gólra elmentek, és hát egy nagyon komoly végjátékban egyenlételét tudtunk, az mutatja az erőnket. Aztán jöttek a 7 méteresek, de azt gondolom, hogy ez a mai teljesítmény és ez a mai mérkőzés alakulása csak erősebbé tesz bennünket a folytatásra. Az, hogy a Fradi vezetett végig, az talán annak volt köszönhető, hogy a védekezés most nem volt annyira kiváló, mint mindig szokott. Yes, they were very effective, mainly in the first half. They were really effective. We are waiting for the chance that they come down in this efficiency, in the shooting and in the situation.
or even more tougher in our defense, but when we play attack against Ferencváros, it's very difficult. We have to bring our game to the defense, and this time we couldn't. Valójában ugye nagyon jól működött a védekezés az ellenfélnek az első fél időben. Megpróbáltunk a saját helyzetkihasználásunkon javítani, de ez ma nem sikerült. Nagyon nehéz egy ilyen hőfokú mérkőzésben folyamatosan magas szintet teljesíteni. A mai mérkőzésen ez sajnos nem sikerült a védekezésben. Köszönöm szépen. Good luck, Ambrose. Köszönöm. Hát régen láttunk ilyen kiváló kupadöntőt, vagy lehet, hogy még sohasem. Óriási volt. Hát ezt a kispadon mennyire volt nehéz megélni, és mennyire lehet most örülni, mert ez hatalmas lett a Fraditól. Nagyon-nagyon koncentráltnak kellett majd, meg főleg nagyon-nagyon nyugtatni kellett itt a játékosokat a végén, mert nagyon-nagyon... Mert nagyon feszültek voltunk itt a végjátékban. Helyek közé itt az Izének az utolsó 10 másodperc a véget elett labdáját is ennek volt köszönhető, de hál' Istennek helyre tudtuk hozni. Úgyhogy nagyon örülök. Most még egy nagyon nagy feszültség van bennem, úgyhogy talán nem látszik annyira, de mondom, nagyon boldog vagyok, mert ez egy nagyon nagy hőstetnek és fegyverténynek tartom. Minek köszönhetően volt ennyire erős a Ferencváros, hogy szinte végigvezetett, mert ez is hatalmas dolog volt nyilván a kupagyőzelem mellett. Én úgy gondolom, a kapus különbség az talán a mi oldalunkra billent, és iszonyat nagy szívvel kézilabdáztunk, tehát az egy nagyon nagy öröm, hogy ennyi energiát tudtunk ebbe belerakni. Most nyilván a következő feladat az lesz, hogy nehogy túlünnepeljük magunkat, mert pénteken irgalmatlan feladat vár ránk újra. Hát ez nagyon sok sikert kívánunk, köszönjük szépen! A csapatok már felsorakoztak az eredményhirdetésre, tornasorban, ha úgy tetszik, középen a két döntős, illetve a két szélén ugye a két elődöntőben vesztes csapat. A négyes döntő legjobb játékosának járó díjat Novák András adját, a díjat. És hogy hallják, Szucsánszky Zita lett a Magyar Kupa négyes döntő legjobb játékosa, a Ferencváros csapatkapitánya. Gyűrték rendesen a döntő első felében, de aztán ő is vezérényéniség volt végig, ahogy szokott, és hát a mindent eldöntő büntető párbajban a második 7 méteres volt az övé. Ferencváros ott nem hibázott. És akkor megyünk tovább, a legjobb kapus. Van még egy egyéni cím, a legjobb kapus, és így, hogy a Ferencváros nyert, ez nem lesz nagy meglepetés. Zsiga Gyula adja át a díjat, az MK szakmai igazgatója Biro Blankának, aki azt gondolom tavasszal bizonyítja azt, hogy az őszi megingás után, ami saját bevallása szerint sem sikerült úgy, ahogy tervezte, a klubváltás után a beilleszkedés, illetve a játékba lendülés lassan világklasszissá érik, érett, kérdezem, mondom. Biro Blanka tehát a Magyar Kupa négyes döntő legjobb kapusa. És akkor következzenek a csapatok. A negyedik helyen végzett a negyedik helyen a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata végzett. A díjat átadja Zsiga Gyula, a az elődöntőben a Ferencvárostól kapott ki a Dunaújváros. A bronzmérkőzésen pedig a Debrecentől úgy, hogy azért vezetett is ott a Dunaújváros. Lakás Dusmát, a Szalai Babett, Csapó Kira, Csamila Micsijevics, Gros Vivien, Rád Vince Melinda, Klujber Katrin, Hornyák Bernadett, Kovács Anna, Cifra Anita, Pálinkás Viktória, Karnik Szabina, Gindeli Panna, Nik Viktória, Kudor Kitti, Vártok Ramóna, illetve
a Magyar Kupa korábbi szakaszában játszottak közül. Gulat Anita, Dávid Azari Fruzsina, Oguntoja Viktória, illetve Termányi Rita hivatalosan a Dunaújváros színeiben a Magyar Kupában pályára lépettek. Hosszú úton jutott el ide a Dunaújváros. És végül a negyedik helyen zárta a Tipmix török boldog női Magyar Kupa 4-es döntőt. Így majd az európai kupaporondra, hogyha ki akar lépni a Dunaújváros, akkor a bajnokságban kell odaérnie arra a két helyre, ami a Bajnokok Ligája indulók mögött nem van tartva a magyar csapatok számára az EHF Kupa indulásra. Most a Dunaújváros ebben benne van, negyedik helyen áll az Érd mögött, a Vác előtt, de például a jövő héten rendeznek egy Dunaújváros Vác rangadót, amit az M4 Sporton majd élőben közvetítünk. Szóval nagy feladat vár még György László csapatára, amely azt gondolom, hogy itt a Magyar Kupa 4-es döntőben, de leginkább a bronzmérkőzése nem tudta igazán azt hozni, amire képes. Tehát a tiszteletbeli bronzérmet ezt megkapják így is a dunaújvárosiak. Harmadik helyen végzett a DVSC TVP csapata. Olás Sándor, a Magyar Kupa Szövetség elnökségi tagját, illetve dr. Barcsa Lajos urat, Debrecen megyei jó. Az a Debrecen, amely 2011-ben Magyar Kupa döntőt játszott, azóta nem volt a 4-es döntőben, de most a bronzérmet nagyon szép játékkal. A harmadik helyért zajló mérkőzésen végül megszerezte. A díjakat Olán Sándor, az MKS elnökségi tagja, valamint Bardolci Gábor adja át. Varsányi Nóra, Karina Jezsikava, Csáki Viktória, Anna Punyko, Horváth Pásztor Bettina, Póvízi Petra, Kelemen Éva, Siska Pálma, Sirián Szederke, Maria Garbuz, Pénzes Laura, Szabó Panna, Tóth Melinda, Marincsák Nikolett, Rajtos Nóra, Jelena Despotovic, illetve a Magyar Kupa 4-es döntőn pályára nem lépettek között Bordás Réka, Borgyos Panna, Molnár Noévi, illetve a korábban Fehérvárra igazolt Bobana Klikovác, akik tehát ebben a Magyar Kupa szezonban a Debrecent szolgálták. Ugye a Debrecen az első mérkőzésén a Magyar Kupában döntetlent játszott Békés Csabán, csak annak a szabálynak köszönhetően jutott tovább, hogy azonos osztálybelieknél döntetlen esetén, ugye az egymeccses Magyar Kupa lebonyolítás okán a vendég jutott tovább, aztán a negyed döntőben az Érdet is elütötték, és ugyan pontosabban a negyed döntőben, az elődöntőben a Győrtől 20 góllal kikaptak, tehát utólag lehet azt mondani, hogy tartalékoltak a bronzmeccsre, amelyet így megnyert Tonetti Szej csapata, amely a tavalyi bajnoki negyedik hely után ismét toppantott egyet, és ezzel EHF Kupa induló lesz a következő szezonban. Nem szokhattuk meg ezt a mondatot az elmúlt 12 évben. Na, Magyar Kupa második helyén a Győri Audiatok KC végzett. Egy nagyon hosszú sorozat szakad meg ezzel. Görbic Anita kapja majd először az ezüstérmet. Csapat 2000-ben volt először Magyar Kupa döntőben a Győri Audiatok. Görbic Anita azóta egy kivétellel, a 2015-ös döntő kivételével mindig ott volt a Magyar Kupa döntőben. De most egy korszakos döntő után csak az ezüstérem a győri lányok nyakában. Ugye a Győr ezen a két mérkőzésen vett részt a Magyar Kupában, csak úgy, mint a Ferencváros az elődöntőn, valamint a döntőn. Janek Nedlikova, Ásvalvi Júlia, Nora Mörk, Görbic Anita, Pál Tamara, Eduard Amorim, Tomori Zsuzsanna, Cornélia Grót, Ivet Brock, Bódi Bernadett, Puhalák Szidónia, Elgaui Aszma, Kis Éva, valamint Kari Olvik Grimsbő a névsor, amellyel a Győr története negyedik Magyar Kupa ezüstérmét szerezte meg, illetve, ha úgy tetszik, nem tudta megvédeni a címét ebben az évben. Ezután, a döntő után viszont egy rossz szó nem érheti
a győrieket, hiszen ahonnan visszajöttek, ahogy visszajöttek, ahányszor tudtak egyenlíteni, és üldözték a Ferencvárost, az a legmagasabb szint. És hát rájuk is vár egy nagy feladat. A Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe ismét szeretne bejutni a győri Audietó. És oda az út a francia Metz testén keresztül vezet. Az a következő feladat majd. A bajnokságban vezet a győri Audietó 6 ponttal a Ferencváros előtt. De a mai mérkőzésen, Kecskeméten a Tipmix Török Bódog női magyar kupa négyes döntőjének győztese a Ferencváros csapata. Most mondta be a hangos bemondó is, ennek szól az öröm. Készülnek itt a fényképek a lelátón is a ferencvárosi szurkolóknál. Szőlősi Zácsik Szandra, Szarka Adrien, Sacil Nadin, Fucsánszki Zita, Szekeres Klára, Szikora Melinda, Mészáros Rea, Bíró Blanka, Lukács Viktória, Danik Snelder, Nerea Pena, Monori Orsolya, Faluvégi Dorottya, Maria Jovánovics, Kovacsics Anikó, illetve Hornyák Dóra, aki magyar kupa aranyéremmel gazdagodik idén. 2003-ban még Pápán nyert utoljára magyar kupát a Ferencváros. Akkor a Dunafert legyőzve, hát azóta nagyon sok minden változott. Dunafer sincs ezen a névem. Ferencvárosból, az akkori csapatból nincs most itt senki, de ez már egy teljesen új csapat. Elek Gábor pedig 2015 után ismét hazai aranyhoz vezette a Ferencvárost. A bajnoki cím után tehát most már van magyar kupa elsősége is a Ferencvárosnak innen az új érából, mert hogy korábban volt 11, ez a 12. a sorban. Mérten Orsolya, ő is átveszi az érmet, neki is jár Kers Ferenctől. És aztán egyetlen egy szimbolikus aktus van még hátra, hogy a magyar kupát át kell adni, föl kell emelni, és ünnepelni kell a Ferencvárosnak. A díjat pedig Özvegy Török Bódogné adja majd át. A névadó Török Bódog ugye 23 éven át volt szövetségi kapitány, az 1965-ös világbajnok magyar csapat szövetségi kapitánya volt. Így hát a díjat átadja Özvegy Török Bódogné. 2017-ben a Tipmix Török Bódog női magyar kupa győztese nem más, mint az FTC Rail Cargo Hungária csapata. Fucsánszki Zita kezében ott a trófea, egy közös képre még összeállnak, és hát hallják, mit skandál a csarnok, kupa győztes a Ferencváros. Elek Gábor is köszönti Özvegy Török Bódognét. Közben még készülnek a képek, és hát ahogy Elek Gábor is mondta, azért a Ferencvárosnak van még hátra nem kis feladat ebben a szezonban. A bajnokságban, ahogy említettem, 6 pont hátrányban van a Fradi a Győrrel szemben, vagy a Győr mögött. De a Bajnokok Ligájában még az is elképzelhető, hogy láthatunk még egy Győr-Ferencváros mérkőzést. Ez már csak a budapesti négyes döntőben lehetséges, de hát minden lehetséges, ezt ma láthattuk. Ennyit tehát az örömképekről. A Ferencváros nyerte tehát a magyar kupát büntetőkkel. Meghallgatjuk Lelek Gábort. Köszönöm a figyelmüket!